A csehországi Brüntel városából érkeztek fiatalok szerdán a Városházára. A Változás Mentálhigiénés Egyesület és a Székesfehérvári Diáktanács, valamint a Cseh General and Sports Grammar School partnerségében megvalósuló szakmai program résztvevőit Lerner Zsoltal polgármester köszöntötte, aki hangsúlyozta, nagyon fontosak a nemzetközi kapcsolatok, a mostani találkozó is egy korábbi lengyelországi látogatás hozománya, ami azt célozza meg, hogy a fiatalok között is létrejöjjön és erősödjön a partnerség. Opoléban voltunk, szintén egy ifjúsági európai partnerség találkozón, és Opole testvérváros a Brüntel, ugye most a brüntáliak Székesfehérváron vannak, tehát most egy ilyen unokatestvérvárosi kapcsolatban csöppentünk bele, és ez egy nagyon jó, egyrészt a Fehérvári Diáktanács is, hogy felvette a kapcsolatot a brüntáliakkal, és ott Opoléba pedig az egyetemi hallgatói önkormányzat vette fel szintén brüntáliakkal, hát valamint adott volt Opole egyetemével a kapcsolatot. A mostani látogatás előkészítője volt egy későbbi ötnapos programnak. Szerdán egymás munkáját ismerhették meg a résztvevők. Mostában a fiataloknak nagyon sok nehézséget, kihívással kell szembenézni, és azt azért tudjuk és látjuk, hogy nagyon szívesen fordulnak egymáshoz. Abban viszont, hogy jól tudjanak egymásnak segíteni, egy tréningben gondolkodtunk, hogy kicsit képezzük őket. Ennek az előkészítő találkozónak pedig az a célja, hogy megnézzük, hogy mi az, amiben így pontosan szeretnének fejlődni, hogyan szeretnének, hogy tudnak jó segítővé válni. Maga a tényleges tréning februárban lesz majd Fehérvár térségében, majd a projekt zárására Brüntelben kerül majd sor jövő tavasszal.